Hare Krishna, köszönjük szépen, nagyon sokan eljöttetek ezen a jó napon. El is kezdjünk a mai témánkat. Triuga Prabhu kérte, hogy pár szót mondjak, mi ez a védikus. Mi ez a, amúgy a védikus, az már ilyen magyaros, mert véda az a igazi, tiszta, vagy eredeti szó, véda. A szó véda azt jelenti, hogy tudás. A védikus tudás, úgy szokták mondani. Az a tudás, amelyik adja egy tiszta látást a valóságról. És ugye van egy különbség egy kicsit a mi nyugati emberek számára a tudás szóról megértésünk, mint a védikus tudásról a megértése, vagy megfogalmazása. Ugye a véda, a tudás az nem csak azt jelenti, hogy én bemagoltam információt, és akkor vissza tudtam mondani, és kaptam a vizsgán ötöst, mert épp a Facebookon puskáztam, hanem egy kicsit többet jelent a tudás. Mert hát először mondjuk úgy, hogy mi a célja a tudásnak. Miért kell tudás? Hogyha nem bánjátok, legyen egy kicsit interaktívabb, nem? Akkor így izgalmasabb lehetne. Mi a célja a tudásnak? Ki tud mondani? Tapasztalatok szerzése. Tapasztalatok szerzése. Jó, nagyon jó. Jobban tudjuk élni. Jobban tudjunk élni. Igen. Magyarul legyünk boldogok. Ugye, ezért van a tudás. Igen. De hogyha én megtanulom, bemagolom az összes létező tankönyveket, leszek-e boldogabb? Hogyha én csak egy teóriát megtanulom, akár védikus teóriát, akár nyugatit, nem leszek boldogabb. Alkalmazni is tudni kell. Így van. Ezért a véda szó a tudást jelenti, de a tudás, hogy én tudok ezt alkalmazni, ez szerint tudok élni, és nekem a látásom a világról is megváltozott. Én is megváltoztam, mert hogy lehet megismerni, hogy valaki tudással rendelkezik? Nem az, aki tudja a Petőfit idézni összes versét, hanem a viselkedés által. Szóval tudással rendelkező ember egyféleképpen fog viselkedni. Ugye, mert ő gyakorol a tudást, akkor ez egy viselkedés, egy karaktert fog magával vinni. Ezért tudást szerezni, ez azt jelenti megváltozni. Szóval ez a tudás. Ki rendelkezik már tudással, aki képes lett megváltozni. És ez a már kis pszichológiának mondjuk a mai témának bevezető ösvénye, mondhatjunk így. Szóval itt erről van szó. Ez a véda, ez a tudás, amikor én másképpen látom, úgy látom, ahogy van, és ennek megfelelő tulajdonságokkal rendelkezek. Ugye itt van a Bhagavad Gita. Én úgy fogok kérdezni, nem kérdezem, ki ismeri, ki nem ismeri. Az itt könnyebb, mert többen ismernek. Igen. Jó. Akkor aki nem ismeri, jegyezzetek meg, vagy majd lehet Facebookon engem keresni. Itt fel van sorolva 13. fejezetben, hogy mit jelent, hogy tudás. Én nagyon meglepődtem, amikor felsorolást olvastam ebbe a versbe, ebbe a könyvbe egyik versben, hogy mit jelent, hogy tudás. Mert azt gondoltam, hogy akkor a felsorolás az olyan lesz, hogy ilyen könyveket kiolvasta, azokat is kitanulta, meg ezeket is kitanulta, mert ugye én is így gondoltam, hogy ez a tudás. De nem, azzal kezdik, alázatos, büszkeség nélküli, nincsen illúzióba, és csak ezek a tulajdonságokat sorolnak.
Mert tudás nélkül ember nem tud nyilvánítani bizonyos tulajdonságokkal, ami tudással jár. Szóval ez a véda. Ez a védikus tudás, ez az a tudás, ami adja, megváltoztatja embereknek a látását, megváltoztatja a jellemeket, segít megszabadulni rossz, negatív tulajdonságoktól, elme problémáktól, és végső sorba boldogságot fog okozni. Nem a tudás maga, hanem az az ember fog boldog lenni, aki tudással rendelkezik. Szóval akkor ott kezdünk, miért kell a tudás, mi a célja, arra az a célja, hogy legyünk boldogok. Ugye? Mert tudás nélkül nem lehet boldog lenni. Ugye most sajnos tanítják egyetemeken sok tanokat, egyetem, főiskola, rendes általános iskola és mindent. És például van egy iskola, mondjuk közgazdasági tan, vagy hogy mondjuk szakasz, vagy hogy mondják ezt? Közgazdasági mi? Szak. Szak. És akkor mondjuk képzeljünk el, hogy Magyarországon erre 10 000 fiatal tanul. Az a kérdésem. Szükség van Magyarországnak 10 000 közgazdászra? Vagy 1 millió mérnök tanul most mondjuk. Kell ennyi mérnök? Nem kell. Szóval mi a kapcsolat a valóságok és az egyetemek között? Van egy pici, mert a 10 000-ből lehet, hogy 1 jó közgazdász lesz, és arra szükség is lesz. És lehet, hogy 10 000 vagy 1 millió mérnökből kell egy, és azból is lesz és egy. Szóval valami pici hasznos van dolog. De sok ember, 90%-nak az élete boldogsága nulla garancia. És akkor így megtanulnak dolgokat, de utána jönnek az életébe. Mert miért tanulni mentem egyetemre, hogy boldog legyek? De amikor befejezem az egyetemet, és boldogtalan vagyok, munkám nincs, én nem tudom, kapcsolatok nem működnek, mindig összeveszem, próbálok a családot alapítani, de mindig összeveszem, nem működik a kapcsolatok, és így tovább, és így tovább. Miért? Mert nincs tudás. És erre kell tudás. Mindenre kell tudás, hogy boldog legyünk. Leves főzésre kell tudás. Csak képzeljétek el, hogy most sose találkoztunk még zöldségekkel. És akkor mondanak nekünk, azt se tudjuk, mi az a leves. Főzd meg levest. Fú, az lehet, hogy megfőzünk valami, nem tudom, találunk valami téglákat, akkor nem tudom, kőleves, levágjunk valami, nem tudom, fakerget a fáról, még lehet, hogy ilyen mérgező dolgokat belerakjunk, és nem is tudjuk, hogy mennyit kell főzni, mit, hogy. Ugye, ki legjobban tud főzni, akinek legjobb tudása van, ugye az a legjobb szakács. De ez a megint tudás, tapasztalat, gyakorlat egybe. Ugye, mert egy dolog, amikor valaki elolvassa a receptjét, de utána megint várja, ez könnyű volt elolvasni a receptet, de összerakni ez már más. Jó, ez a véda. Oké, nézzünk az időt, hogy ne legyen túl hosszú program, és akkor a védikus pszichológia. Hát, ugye ez a pszichológia szó. Ki tud, mit jelent, hogy pszichológia? Lélektan. Lélektan, igen. Lélek tudománya, ugye. Pszicho, ez a lélek. Milyen nyelven van? Latin. Latino, igen. Latin nyelven van, pszichológia. És van kisebb-nagyobb különbség a nyugati pszichológia és a védikus pszichológia között. Annyival, hogy ott egy kicsit korlátozottabb megértés az embernek a pszichikájáról, és korlátozottabb lehetőségeket változtatni emberen, segíteni neki megoldani pszichikai nehézségeket. A védikus pedig teljes mértékben tud adni képet, hogy mi ez a pszichika az embernek, hogy működik, hogyan bonyolódik be a problémákba, és hogy lehet kiszabadulni a problémáktól. Ugye, magyarul, hogy lehet boldog lenni. Mert végső sor a pszichológiának végső megoldása
a legmagasabb szintű, ez pont az, hogy én megértsek, hogy én lélek vagyok. Ezért pszichológia, ugye. Másképp összes pszichológia meg nem is lélekkel foglalkozik. És most ezt is megnézzünk, hogy mivel foglalkozik a védikus pszichológia. Én erről fogunk beszélni, hogyha valaki valamikor olvasta nyugati modern pszichológián a könyveket, akkor lehet, hogy fog egy pár dolgot látni hasonló, de sokkal mélyebben is fogunk menni. Oké. Okay. Ugye az embernek a felépítése, ugye van ez a test, ami úgy mondják, hogy öt durva elemből áll. Föld, víz, tűz, levegő, éter. Bhumira Ponna Lova Yukam, ugye ez a szanszkrit, Bhagavad Gita-ban erről is lehet olvasni, 7. fejezetben. És ebből az öt elemből áll a test. De a test az nem gondolkodik semmi, az rendelkezik szervekkel és érzékszervekkel. Ugye van öt cselekvő érzékszerv és öt tudásszerző érzékszerv. De ahhoz, hogy ember élményeket kapjon, ahhoz pszichikára van szükség, és ez a finom fizikai testnek is neveznek, vagy modern szavakkal használva, kauzális test, most ez nagyon divatos, tele van internet, hogy kauzális. Amúgy ez csak egy ilyen szójáték, egyszerűbb lehet mondani finom fizikai test, asztrál test, és szokták mondani, és így tovább. És ez az asztrál test, vagy finom fizikai test, ez nem más, mint a tudatnak a részei, tudattest. És tudat, ez már a pszichika, ugye, és hogyha mi mondjuk, beszélünk a védikus pszichológiáról, hogy nincsen külön egy ilyen tan, védikus pszichológia. Ott van a jóga, többféle jóga, és ez minden pszichológia, mert mivel foglalkozik a jóga? Hát tudjuk, hogy mostani modern világban a testtel foglalkozik a jóga, ugye, hogyha minél jó kicsavarja magamat, annál nagyobb mester vagyok. Ugye, és akkor jön mindenki hozzám, tornázni. De ez csak egy pont mellékhatás az egészség. Ugye a jogának a fő feladat ez a tudat. És ugye, akár nézzünk Yoga Sutra Patanjalit, aki írta eredeti joga könyvet, vagy mondjuk a Bhagavad Gita, ami többféle jogát ismerteti, van karma joga, van buddhi joga, akkor van bhakti jóga, gyána jóga, annyi sok jóga van. Mindegyik egy pszichológiával foglalkozik. És elsősorban, amiről beszélnek a jóga könyvek, nem az ászánával, hogy oké, okay, te először vagy itt nálunk a jógába? Igen. Na akkor Surya Namaskárral kezdjünk, ugye? Általában ez. De a igazi jóga azzal foglalkozik, hogy először ismerteti az embernek a finom testnek az anatómiáját, a asztrál test, finom test, vagy valami, a pszichikát. És hogy először meg kell érteni, hogy én miből állok, utána hogyan kerülök a problémákba, és utána a jóga magyarázza, hogy ő hogyan embert meggyógyítja ezektől a problémáktól. Kezdjük neki, mert már túl sokat körbejárok, ugye? Mindenki gondolna, jó, jó, oké, legyen már valami tudás is itt. Oké. Finom fizikai testet úgy hívják, hogy citta. Citta, kettő tével, hogyha valaki jegyez, jegyzeteli. És annak is van több funkció, több rétege. A citta az azt jelenti, hogy egy, most bonyolultat mondjak? Nem tudatos tudat. Jó, akkor a nyugati, hogy? Ösztön. Nem, az is van benne, tudatalatti, hogyha nyugatőjosan mondjuk, tudatalatti, igen. A csita miből áll? Most gondolkodok, felsorolom mindent először, és utána... Jó, felsorolom mindent, és utána egyenként megyünk, jó? Akkor van a csita, nem veszítsétek fonalat, azért inkább egyben mondom most. Ami
a tudatalatti, majd elmondom miről van szó, az nem érzékelő dolog, az nem érzékeli semmit, az csak egy ilyen a tárhely. Mindjárt visszatérünk. A másik úgy hívják, hogy manasz, vagy elme. Elme ez az emocionális tudat, vagy érzelmi tudatunk. Ugye van nekünk a tudatoknak érzelmi részünk, és akkor általában bármit, amit csinálunk, azért csinálunk, hogy kapjunk érzelmi élményeket. Ugye miért valaki megy ebédelni finom dolgokat, hogy élményt kapjon, milyen jókat ettem Govinda étterembe például. Vagy miért megyek házasodok, hogy élményeket kapjak. És ez minden elmébe, manaszba, ezek az élmények elérhetőek. Mondhatjunk így is, hogy hogyan ezt érünk el, a érzékszervek keresztül, és az érzékszerveknek az érzelmi központja, ez az elme. Mindjárt visszatérünk, menjünk tovább. Következő, ez a buddhi, vagy intelligencia. Hogyha nagyon egyszerűen mondjuk, ezt józanésznek neveznek, hogy az ember ezáltal teszi megkülönböztetés jó és a rossz között. És ez nagyon-nagyon fontos funkció, ennélkül lehetetlen stabilan boldog lenni. És ez fölött van még egy, úgy hívják, hogy ahankar, vagy hamis ego. Az hamis ego az az, hogy kivel én magamat azonosítom. Ezen múlik az én boldogságom. Hogyha nem azzal azonosítom magam, aki vagyok én valójában, akkor nagyon rövid távú, vagy egyáltalán nem lehetek boldog. Jó, ezek a négy dolog, amit felsoroltam, most erről egy kicsit beszélek, közben figyelek az időt, hogy ne húzzunk el. Megnézzünk kicsit, hogyan működnek, hogyan bonyolodnak be a problémákba, és utána megnézzünk, mik ezek a kis lépések, ami nagy eredményt tudnak nekünk okozni, vagy adományozni, vagy nem tudom mit csinálni, hogy tudjunk haladni nagyon gyorsan és megfelelően. Akkor vissza a csittához, ugye. Ez a finom fizikai test az egész, ahol van csitta, ez a tudatalatti manasz, ez az érzelmi elme, buddhi, ami intelligencia, és ahankar elme, hamis ego. Amikor meghal ez a test, az nem hal meg, ugye? Ezért ugye ezzel együtt viszi ember saját dolgokat következő életben, ugye? Mert úgy mikor mondják, ha miért ez a gyerek, ő még ártatlan, nem csinált semmi rosszat, de miért beteg? Ugye, vagy miért ez az ember, aki sose csinált rosszat, ez történt vele, mondjuk, miért ilyen beteg lett, vagy ez történt? Azért, mert az új születés, ez ugyan, ez egy új lappal nyitjunk, de nem teljesen tiszta lappal kezdődik az élet, hanem már megvan sok minden, amit egy adagot viszünk erre az életre, az előző életekből. Erről kicsit később, de lényeg az, hogy a finom fizikai test, az nem hal meg sose. Nem sose, valamikor. És a csita a finom fizikai testnek a főszerepet abban játszik, hogy ő tárolja az információt. Mint számítógébe, ugye szoktunk tárolni a Winchesteren információt, és akkor nagyon sok minden, és tudjunk, hogy mikor már valaki új számítógépet vesz, akkor biztos nagyobb tárhelyet kell venni, mert ez nekem nem elég már. És akkor egyre több terabájt, és mindig betelik. Ugyanúgy a csittába, a tudatalatiba is van információ tárhely, amelyik sose telik be. Az a különbség. Mondhatjunk így, hogy másféle file írási technológia van. Szóval a tudatalatítunkban minden egyes élmény, amit kaptunk, az összes életeken keresztül, amit itt töltöttünk a világba,
az lehet több tízezer, százezer, egy millió is lehet, több millió is lehet, az minden van bennünk, semmi nincsen törölve. Ez mindent viszünk. Más technológia. És amikor születni kell, mondjuk most erre az életbe az életben mi születünk, akkor ebből a sok-sok, és az kategorizálva van, mint csinálnak most, hogy hívják ezeket, amikor a színek elé is megjelölnek, meg minden. Nem tudom, most Apple hogy nevezi ezeket. Na mindegy, hogy vannak ilyen kategóriák, meg szín alapján, meg megnevezés alapján, meg minden. Szóval ez is rendszerezve van. Szóval az az info... Hogy? Rendszerezve van az az egész információ, és amikor ebben az életben születek, akkor egy adag szükséges, az fölkerül majd, és ezt majd tudjunk használni ebbe az életbe, egy darabot. A többi az ott marad tudatalatiban. Mint hogyha más ilyen kis hasonlítás, amikor szokták mutatni tévében, YouTube-on a jéghegyet az óceánba, ugye, és általában a csúcsa, ez csak egy minimális része a jéghegynek. Ugye, tudjunk, hogy a legnagyobb része az alul van. Na, az a tudat alatti, a csitánk az is olyan, hogy kis anya, kis tudás, amit mi használunk ebbe az életbe, ez egy ilyen kis jéghegynek a csúcsa, de végtelen nagy információ, ez végtelen nagy hegy, ez el van rejtve tudat alattiban. Egy kicsikét arról is mondanék, hogy ez az egész karmával van kapcsolatban. Ugye? Ki nem hallott a karmáról még? Mindenki, nagyon jó. Karmával van kapcsolatban, mindjárt ki is fog derülni, mert a pszichológia az szorosan karmával van dolgunk. Megyünk tovább. Akkor elme, vagy manasz, érzelmeknek a központja, érzékeknek, érzékszerveknek. Például bármilyen, amit kezembe fogunk, és ez most kellemes, vagy kényelmetlen, vagy kellemetlen tapintásomra, az nem az ujjaim döntenek el. Mert nekik mindegy, ez a kéz egy halott anyag. Ő nem érzi semmi, ő csak valami impulzusokat érzi, és utána elmémbe jön, és elme, mi a központ összes érzékszerveknek, ott van eldöntve. Ez kellemes, ez jó. Ugyanúgy szemmel, mikor látjunk valamit, és szép vagy nem szép, tetszik, nem tetszik, az elmébe döntjünk. Szóval elme érzelmeket kontrollálja, vagy inkább érzelmek alapján dolgozik, ez inkább így mondjunk, és érzelmek nem más, mint élmények. És ez a fontos dolog, hogy élmények, és mindjárt erről fogunk kicsit beszélni, hogy ez micsoda az élmények, mert ettől lesznek a problémák, az élményektől. De még egy kicsit beszélek akkor most a buddhiról, az intelligenciáról. Ugye elmének egy problémája van, hogy ő egyfolytából éhezik az élmények után. Ő egyfolytából akarja élményeket szerezni, jókat, és elutasítja a rosszakat. Ugye, mikor mondanak nekünk, figyelj, tudnál ebben segíteni? Figyelj, bármi másból, csak nem ebben, erre ne kérjél, ugye? Ez nekünk rossz élmény, mi el akarunk zárkozni ettől. Hogyha valami jót kérnek, akkor mondjuk, fú, ez bármikor kérhetsz, szíved, nincs mit, én köszönöm, ugye? Ez az elme. És elme nem tudja hosszú távon tervezni az életet. Ő neki most, ebben a pillanatban, most jó, most tetszik, most nagyon jól érzem magamat, de lehet, hogy ez hosszú távon rossz. De ezt nem tudja elme csinálni. Ő nem lát távol, ő ebben a pillanatban, ugye, neki például ő képes lenne egész életében, mert mi a legkellemesebb? Az ágyba feküdni és nézni a tévét. A legjobb új szeriálokat minden. És akkor popcorn, meg ezt, azt. Elme ezt ezzel foglalkozhatna egész élet végig, ugye? Mert ez legkényelmesebb neki. És milyen kényelmetlen, mikor már kell menni csinálni valamit.
De ez, hogy van egy biztonsági rendszer, hogy az ember ne aludjon egész nap a diványán, ne rúgjon ki a munkahelyről, és így tovább, erre van intelligencia, ami megkülönböztetni a jó és a rossz között, és ő tud mondani, jó, lehet, hogy most lemondolsz a könnyebb dolgoktól, ami most kellemes neked, de azért, hogy a jövőben megkapjál egy zseniális jó eredményeket, jó eredményeket, ugye? Ez a intelligencia, amelyik segítségével ember vállalni tud nehézségeket, erősödni tud a nehézségek által, és elmét, hogyha kontrollálni megtanul, akkor stabil, boldog életet tud élni. Ez az intelligencia, és akkor a hamis ego, az, ahogy mondtunk, azt azonosítjunk magunkkal, nekünk mindannyiunknak kell ego. Ego nélkül nem lehet cselekedni. És majd lehet látni néha az embereken, ugye az ego, az földelem, az ilyen kemény dolog, ugye ez nagyon nehéz változni, és néha fájdalmas, amikor nekünk van ego például, hogy én vagyok a jó szakács, ugye, és valaki fog nekem mondani, hogy nem tudsz főzni, fú, az nem megbántja az egómat, nagyon megsértődök, ugye? Ugye, hogyha egy szakácsnak mondanak, hát nem tudsz jó hegedülni, az nem zavar, persze. De amikor most nem tudsz főzni, az már fáj. Ez az ego, ugye, ego. És amikor hamis ez, amikor annak gondolom magamat, aki nem vagyok valójában. És nekünk az élet során többféle egóra van szükség. Például ahhoz, hogy én legyek jó feleség, ehhez is kell egy ego. Egészséges ego, amikor én nagyon jól tudom, hogy mit jelent lenni feleség. És akkor nekem van egy jó ego, akkor én igazán mondjuk harmonikus kapcsolatot tudok építeni. Ugyanúgy férnek is, hogyha ő neki tiszta az egója, hogy mit jelent fér, és milyen fér ego, férfi és fér, akkor nagyon jól tud kapcsolódni. Ugye, hogyha valaki megy sportolni bajnokságra, és ott is kell egy ego, hogy én igenis, és felállok, és most tudok küzdeni. Vagy képzeljünk el, hogy egy ilyen bajnokságra jön, és abban egy perc előtt elromlott az egója, és akkor mondják, na, menj, te mész, én biztos, én, hát én nem is tudom, nem biztos, hogy győzök. Akkor ez az ember nem tud győzni, ugye? Kell ego, ha győzön. Meg kell, hogy legyen. Szóval ez az egója. És ez minden pszichikánk. Hát látjátok, először lehet, hogy kicsit bonyolultnak tűnik, de hogyha valaki 20 évig tanul, akkor már nem lesz bonyolult. Egyszerűen lesz. Megmutatom, hogy ez hogyan működik most, egy kicsit praktikus dolgokat, jó? Hogy hogyan nap mint nap, hétköznapunkban hogyan működik elme, intelligencia és ego. Kezdjünk az ébredéssel. Mikor ember ébred? Mikor alszik, ugye, úgy, hogy nem álmodik, akkor mondhatjuk, hogy ki van kapcsolva intelligencia, ego és elme és a tudat, citta. És mikor ébred, na csak próbáljunk együtt összerakni, mi történik, melyik funkció először kapcsolódik be, aktiválódik, inkább úgy mondjuk, amikor ember elsőre ébred. Elmegy vécére. Igen. Hát lehet, hogyha hódkoros, akkor lehet, hogy elmegy viccire, anélkül, hogy más funkciók történnek. Intelligencia. Jó. Felfogja, hogy ébren van. Aha. A csitta, aha. Igen, a tiéd volt a legközelebb. Igen, először csak annyi, hogy én lét, még semmit nem tudunk, ugye hány óra, mi, hol vagyok, csak az, hogy én vagyok. Van egy ilyen kis, hogy létezek. Igen, kis. És utána ez gyorsan történik, de az első, hogy létezek. Utána kapcsol be ego, hogy én ki vagyok. Férfi, feleség, hol, mi,
Ez kapcsolódik be. Utána kapcsolódik be az elméje. Hú, mit akarok csinálni, milyen vágyaim vannak, és utána kapcsolódik be az intelligencia, hogy akkor mi a terv. Mert intelligencia megtervezi a dolgokat, hogy hogy kell, mit kell csinálni. Egyik. Na másik, nézzünk meg másikat. Most nézzük meg a hamis egót, hogy működik. Ugye általában a nő nőnek azonosítja magát, férfi férfinek azonosítja magát. És amikor megy mondjuk egy férfi kozmetikai bolt mellett, akkor mi történik vele? Elmegy. Semmi nem történik. Igen. De hogyha mondjuk megy az okos telefonboltok mellett, ahol tele van írva akciók, akkor megáll. Megáll és megnézi. Igen. Hogyha a nő megy egy elektronikai bolt mellett, tovább sétál. Hogyha megy kozmetikai bolt mellett, belemegy, és már hívja is a férjét. Szerintem kevés pénzt hoztam magammal. Na most ez miért történik? Na nézzünk meg lépésekről, lépésre. Először, amikor megy, amikor csak ember megy, akkor a tudat, ez a csitá működik, így kommunikál a világgal, és utána mindig az ego a második lesz. Az ego az be van kapcsolva, mint egy antenna. És akkor megy az ember, és hogyha nincsen semmi érdekes, ami az egóval legyen kapcsolatban, akkor addig ő sétál. Megy a férfi kozmetikai bolt mellett. Megy, azonosítja az egóval. Nem szokott magára sminkelni, ugye? És akkor így elmegy mellette. Amikor megy egy mondjuk ilyen kütyűbolt mellett, akkor az egóját az rögtön aktiválja. És akkor, mikor aktív lett az ego, azonosítom magammal, mert amikor, szóval mindig úgy működik. Mi az, ami nekem tetszik, nekem szimpatikus? Például miért jöttünk ide az előadásra mai? Az ego miatt. Miért? Mert néztünk, mi itt, akik vannak itt, biztos valamilyen szinten útkeresők, fejlődni akarnak, és így tovább. Ez az egójuk, hogy én akarok tisztulni, fejlődni, és így tovább. Ez az ego. Volt egy előadás cím, kevés lépés, sok eredmény, valami ilyesmi, és akkor az ego, opa, azonosítom magammal ezt. És rögtön utána kapcsolódik be az elme, jönnek a vágyok az elmébe. Igen, igen, akarok, akarok. Utána az intelligencia kapcsol be, jó, akkor hány óra van, mikor, hol, hogy kell elmenni, mi a tér útvonal, és akkor jövök, így intelligencia. Szóval mindig így működünk. Hogyan működik a reklám? Itt van valaki a reklám dolgozó? Akarjátok nyitni reklám céget? Most mondom, hogy kell, hogy legyitek sikeresek. A reklámok úgy működnek, hogy az egóval, hogyha szöveget írsz, ugye, nézzétek csak a reklámokat, hogy hogyan csinálják. Ez is egy ilyen védikus pszichológia. Ha kivérják a szöveget, hogy nem tudom, valami, és ember, amikor összekapcsolja az egóval, azonosítja, akkor beindítja az elmét, igen, hú, ez nekem kell, ez én akarok, és akkor intelligenciával megszervezi, megtervezi, és akkor bemegy a boltba, és megveszi. Ez így működik, ez egy nem titok. A reklám. Oké. Így egy kicsit így bemutattam, hogy hogyan működik a pszichikánk. Na most nézzük meg kicsit az életüknek a mondjuk bonyolultabb dolgokra, ami nem lesz olyan bonyolult igazából, hogy hogyan alakulnak a problémáink. Ugye végül ez a legfontosabb. Ezeket megismerni, megismerni, hogy hol van, ki az ellenség, hol van ez az ellenség, és hogy kell legyőzni. Az a haddi tervünk mai estére. Úgy történik, hogy mindegyik élmény, amit mi kapunk, ugye ez elme vadászik az élményekre, és minden élmény, amit mi kapunk, az nem tűnik el nyomtalanul.
És ezek az élmények, az amikor én szerzek, azok jövőben fognak eredményezni bennem vagy egy gondolkodást, gondolatot, vagy egy vágyat. Példát mondom. Például ettem egy finom fagyit. Most meleg, nyár van, fagyit ettem, nagyon finom. Olyan fagy, ami életemben nem ettem. Nem tudom, van-e ilyen fagyi nektek itt, vagy nekünk itt Magyarországon. Képzeljünk el. Ettem egy fagyit, ami sose ettem. És mikor ettem, akkor egy élményt kaptam. Fú, ez milyen finom. Na ez az élmény, ez a karmának az első magja. Szóval a karma itt kezdődik. Amikor így halljunk, tanulunk karmáról, és akkor általában ember azt gondolja, hogy ez valami misztikus dolog, sose lehet megérteni, mi az. Nem, a karma, ez egy egyszerű dolog, ez élményekből áll. Igazából. És akkor lehet kérdezni, de hát hogy én, akkor hogy lehet a betegség? Hát mert onnan majd jön, majd mindjárt megmutatom, hogy hogyan jönnek a betegségek a karmától. Szóval én kapok egy élményt, ez az élmény az már, ugye úgy is mondják, hogy agha. Agha az azt jelenti, hogy bűn. Bűn mit jelent? Ami lenyomatot fog hagyni nagyon sok életre, nagyon hosszú időre, ez az agha. És mikor ettem, kaptam egy élményt, akkor ez archiválva lesz a csittába, a tudatalatiba. Hapsz, és elment oda. És utána, hát úgy is mondjuk, hogy karma vasana, hogy akarjátok, hogy bonyolítsam nektek, mert minden, ugye, mivel ez egy védikus tudomány, akkor erre az egész kifejezések, terminológia megvan szanszkritul. Karma vasana. Kicsit mondom, mit jelent ez. Ugye karma szó amúgy azt jelenti, hogy cselekvés, tett. A vászana szó azt jelenti, hogy vászon. Ugye ez a magyar szó vászon, ez szanszkrit szótból ered, hogy vászana. Mit jelent a vászana? A vászon miből áll? Fonalok, ugye? Szövetek, fonalok, és akkor mennek egy irányba, és keresztbe is vannak. Ugye a fonalok? Ez a vászon. És ahol kereszteződnek a szövetek, akkor ott vannak kis csomók. Ugye? És csomókból áll az egész, egy vászon darab, az csomókból áll. Na, karma vászana, ez pont arról van szó, hogy egy ilyen vászon, ami az élmény csomókból össze van rakva. Hogyha mi megnézzünk, mi egy életet, egy napot élményekből élünk. Szóval mi egy nap alatt csomó karmát teremtünk magunknak. És ezek, most ettem egy fagyit, élményt kaptam, most ezt csináltam, élményt kaptam, oda mentem, élményt kaptam, jó, rossz, ezek vegyesen, és ez minden tudatalatiba megy. És utána, amikor én egy idő múlva, mondjuk következő életbe, amikor megszülettem, akkor ezek aktívak lesznek. Ez fel fognak jönni a tudatomba, mint gondolatok, és már meg van határozva ebben az életben én milyen gondolkodású típus ember vagyok, vagy hogyan gondolkodok. Észrevettétek, hogy mindannyian máson hogyan gondolkodunk? Valakinek ez egy problémát jelenti, valakinek ez nem jelenti problémát. Miért? Miért ugyanaz a dolog? Egyik embernek ez egy probléma, még szenvedés is okozhat, a másik embernek ez még jó esik is. Más a karma, mert karma más hogyan gondolkodok, sőt, más hogyan megélem. Mert az én mostani pszichikám, ez egy eredmény az előző életemnek, a gondolkodásoknak, az élményeknek, és az meghatározta, hogy most én hogy milyenféle gondolatokkal rendelkezek, milyen szakásaim vannak, tulajdonságaim vannak, és hogyan élem meg a helyzeteket. Ugye valamikor én tudok fájdalmasan megélni a helyzeteket, valamikor örömmel fogadom. Vagy két ember másféleképpen éli meg a helyzeteket. Szóval az elme maga az a élmények által belebonyolodik a problémákba, és attól jön boldogtalan élet igazából.
mert annyira belegabolyodik ezekbe az élményekbe, hogy már elveszíti saját magát, hogy nem érti. Nem is az a legrosszabb, hogy nem érti, hogy nem érti. Az a baj. Mert valaki megmondja, hogy nem értem, minek élek, az még nem túl bele van bonyolodva. De aki már nem kérdezi, minek élek, ugye, amikor ember megy Tesco, Lidl, Aldi, Ocean, otthon, munka, megint Tesco, Lidl, otthon, munka, temető, ugye, és nem kérdezik, hogy miért ezt kell csinálnom, miért kell így élnem, mi az értelme, az már nagyon bele van bonyolodva, hogy meg se kérdezi. Az, aki kérdezi, hogy fú, egyre bonyolultabb az életem, minek ez kell, mi az értelme? Fú, ennek még van szerencse. Gondolom, itt mindenki ilyesmi hangulatban van, minimum. Igen. Jó. Akkor, na most megbeszéltünk egy kicsit akkor az elmét, igen, hogy a fő problémák az elmét okozza. Az ego akkor okozza problémákat, mert intelligenciáról kicsit később beszélni fogok. Az ego akkor, vagy ahankar, ugye, akkor okoz problémát, amikor az ember rosszul azonosítja magát. Például, sokszor életében ez úgy fordul elő, hogy az ember az egóját tágítja, szélesíti. A tárgyokra, az autóra, ugye, amikor mondjuk van egy baleset, akkor is, akkor valaki neki ment egy másiknak, akkor az, aki áldozat volt, az kiszáll a kocsiból, mit fog mondani? Miért nekem mentél? De te vagy az autó. Én nem neked mentem, az autónak mentem neki. Nekem mentél. És neki ez nagyon fáj. Ugye, mivel ember azonosítja saját egóját az autójával, neki ez nagyon, akkor nagyon fájdalmasan éli át. Vannak, akik nem azonosítják, mondja, jó, hát ez egy vasdarab, majd kicsit gletterünk, fessünk, aztán erre van. Úgyis majd el fog rozsdásodni egy idő múlva. Szóval ez az ego. És akkor nagyon nagy probléma az, hogy mostani civilizációban ezzel kezdenek oktatni. Mindig egóra, hogy te vagy a legjobb. Te vagy, te vagy, te vagy, te. Ugye, gyerekek mindig gyerek kiskorból. És az a probléma, mert most nekünk is megvan, ugye, hogy lehet észrevenni az egóját saját magába, úgyhogy mindenki közöttünk, aki itt van, meg van győződve, hogy én nem hibázok, nekem mindig igazam van, ugye? A mások az nem tudom, de nekem mindig igazam van, ugye? Hát ez az egónak a problémája, nekem igazam van, én nem szoktam hibázni. Végső sorban gyökér, ami ego, a hamis egónak a gyökere, ez az azonosítás a testtel. És lehet, hogy a többi valahogy dolgokat túlélek, átélek valahogy, amit azonosítom magamat kocsival, meg valami, hogy vagyok a szakács, meg énekes, vagy valami. Oké. De amikor én testtel azonosítom magamat, mivel ez egy legközelebb áll hozzám, na ez legnagyobb problémát fog okozni halál pillanatban. Mert mit jelent, hogy azonosítani magam a testtel? Ez azt jelenti, meggyőzve lenni, hogy én vagyok ez a test. Ugye, és akkor, mikor jön a halál pillanat, akkor ezzel a testtel mi lesz? Meg fog halni, ugye? És mivel én azonosítom magamat a testemmel, akkor ki fog meghalni? Akkor én. Akkor ezt a teljes mértékben ezt a fájdalmat, félelmet, stresszet, hogy lehet még mondani, ezt minden át fog élni ez az ember. És ugye ennél félelmetesebb dolgok nincsenek. Minden lehet túlélni. Mert sokszor ember mondja, mondjuk valami történt, hú, legalább életben maradtunk. Ugye? Amikor már minden szakadt, akkor egy dolog maradt. Hú, legalább életben maradtam. Igen. Mert minden más nem annyira a félelmetes és fájdalmas, mint a halál. És a hamis ego ember ítélve van, saját magát ítéli, mert senki más nem, hogy nagyon fájdalmasan ilyen át. Oké. A tiszta ego,
A tiszta ego úgy éli át a halált, Bhagavad Gita-ba, második fejezetbe, 22. versbe van fel leírva, hogy hogyan éli meg egy tiszta egóval személy halált. Vasamsi jirnani yatha vihayana vani grinati naroparani tatha sharirani vihaya jirnani anyane samyati navani dehi. Ír fel nyugodtan. Ami azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy az ember leveszi régi használhatatlan ruhát, és új ruhát felveszi, ugyanúgy egy bölcs ember látja, ez a test most már használhatatlan a vált, leveszem és új testet öltöm fel. Olyan, mint egy átöltözni a halál azoknak, akiknek az ego tiszta. Úgy hívják, hogy díra. Ugye itt van díra klub, ugye Govindában? Na, oda, akik járnak a díra klubba, ez az eredmény minimum lesz. Oké. Megyünk tovább. Elmével foglalkozunk, most már megyünk a problémákba, a fájdalmak, meg minden. Kezdjünk a kisgyerekkel. Ugye, amikor kisgyerek, pici csecsemő, 6 éves koráig, akkor neki egója nincs, intelligencia vagy buddhi nincs. Nincsen még aktiválva. Neki van 2 dolog, a csitta, hogy én létezek, és van elme, élményeket akarok. Ezért például 6 éves kor alatt gyerekeket nem lehet tanítani, hát úgy oktatni. Most ilyen komoly oktatást, és büntetni, hogy most ezt csinál, ez nem jó, ez nem szabad, ez így kell, ez úgy kell, ő nem érti. Nincs, mert ahogy beszéltünk, hogy intelligencia az az, ami teszi különbséget jó és a rossz között. De egy csecsemőnek nincsen ilyen, vagy csecsemő inkább 6 éves alatt nincsen ez a funkció, ő nem érti. Ő csak egy dolgot érti, szeretnek engem, vagy nem szeretnek. Élményeket tudok kapni, jó és a rossz élményeket. Ezt tudok kapni. Főleg, amikor még egy pár hetes született, például mostani szülészétnél iszonyú nagy traumát okoznak a csecsemőknek. Mert az egója annyira azonos az anyukájával, annyira saját egója nincsen, hogy ő teljesen függ az anyukán. És mikor megszületik a kisbaba, és akkor rögtön fogják, és oda rakják valamilyen szobába, inkubátor, hogy mik ezek a dolgok. Ez nem szabad csinálni. Ez trauma, ami mindannyian megkaptunk, nem tudjunk róla, de ez nekünk egész életre hatásos. Nem szabad, ez nagyon rontja az egóját. És ezért kell, hogy anyukával maradjon, mert az ő egója azonosítja magát anyukával. Mert nem tud létezni anyuka nélkül. Nem tudom, ki tapasztalta, amikor pici volt, és egy pillanatra elveszítette szülőket. Utcán, városban valahol. Milyen kész, rögtön, mekkora trauma volt. És akkor ti emlékeztek, az azt jelenti, mert elég nagyobbak voltatok, de amikor én pici csecsemő, az a trauma az még mélyebben hat. Szóval ezért ez nem szabad. És akkor az ego, ugye, amikor fejlődik a kisgyerek, mikor kezdődik aktiválódni az egója, ki tud mondani? Nem. Az az intelligencia 6 éves kortól. Foghullás. Amikor érzékeli már a fájdalmat. Ott, ahol megkapja a nevét. Mikor megkapja a nevét. Jó. A fájdalmat bármikor lehet érezni, mert valamikor pici gyerek is szokott fájdalmakat érezni, és nem alszik éjszakáként. Begyullad a füle. Elkezd érdeklődni. Aha. Hát, hogyha csak akkor kezdődik, akkor ez egy kicsit fogyatékos gyerek. Hogy? Korszakban 3, például amikor elkezdesz, hogy ez az enyém. Aha. Elkezdni. Amikor, igen, nagyon jó. És te mit mondtál? Amikor elkezd ellenkezni, nem?
Aha, igen, mind a kettő, jó mondható. Igen, mikor mondja, majd én. Anyuka beköti neked a cipőt, majd én. Még semmit nem tud, majd én. Na ez az ego, én akarok, én tudok. Én. Ez az egója. És akkor, na itt például, most miért gyerekkortól kezdte? Mert sok probléma akkor a jön létre, ami utána egész életünkben küzdünk ezekkel. Például valaki ember érzi, kisebbségi érzet, hogy hát én semmire vagyok, és sose semmire vagyok elérni, ennyit már próbáltam, én nem tudok semmit elérni. Én nem vagyok képes erre, én nekem sose fog sikerülni semmi, ugye? Ezek a problémák. De ezek jönnek például, amikor az egóval nem tudnak szülők bánni. Amikor gyerek próbál valamit, akkor nem szabad mondani, úgyse sikerül, hogy csináljak én gyorsan. Ez nem szabad. Mert rögtön kódolok neki, adok egy kódot, nem, sikerül. Beírom neki egy programot. Vannak programozók? Számítógépes. Ugye milyen programot beprogramozom, így fog menni a számítógépnek a dolga. Na ugyanúgy itt is, mikor egy ilyet mondom, akkor gyereknek az egója meg lesz zavarodva. Ezért inkább kell ott segíteni, és mondani, ügyes vagy, nagyon jól csinálod, és akkor lehet kicsit segítgetni, mondani, de építeni egóját, de meg kell tanulni, mi az az egészséges ego. Nem szabad túl hazudni, és nem szabad túl elnyomni. Akkor az elme, ugye az elme, ő nagyon sok traumát kaphat gyerekkortól. Például, mivel nem érti, hogy nem szabad, és hogyha megkapja egy ütést, láttam pár éve ezelőtt egy 2-3 éves gyereknek az anyuka olyan taslid adott, hogy én mondom, szegény gyerek, ez már egész életre lesz. Mert nem érti jó és a rossz között, de fájdalmat érti, mert az elméje aktív. Ki volt gyerek? Volt valaki gyerek? Milyen élmények voltak, emlékezünk, ugye? Sokkal élénk volt minden, ugye, mert gyerek 6 éves alatt ez a funkciója, hogy mint egy szivacs szívja be magába az élményeket. És a felnőttöknek és szülőknek egy feladata van rendezni ilyen élményeket, mint egy mondjuk szeretet. Mert ez egészséges elméjével és egónak is szeretet kell. Hogyha szeretjünk egy gyereket helyesen, akkor nagyon jó az egója lesz. Ez a szeretet és figyelés. Az egónak még kell figyelés. Mert miért sokszor gyerek rossz? Mert így van. Mert észrevette, amikor jól csinál, nem figyelnek rá. Amikor rosszat csinál, akkor figyel. Na jó van, akkor ettől a naptól csak rosszat csinálok. Na most tudtok rá figyelni. Igen, most a tudtok, de ez már rossz ego. Mert mindig ez fog, utána, amikor nagy lesz, csak úgy lesz, már nem fog tudni szép kapcsolatot építeni, hogy oda jött, és megcsavarja valakit, hogy figyeljenek rá. Én neki ez kialakult, hogy már így nem egy egészségesen fog kapcsolatot építeni. Nem gondoskodáson, hanem vampírként szívni, leszívni. Akkor figyelnek rám, ha rosszat csinálok. Így van, és akkor ez majd formálódik a felnőtt korra is. Igen. Szóval azért kell gyereknek szeretet, és figyelmet. Ugye most sajnos a körülmények nehézek, mert általában, amikor születik a gyerek, akkor jó esetben legalább van apja is, meg anyja is. Ez már nálunk egy eredmény, ugye ez már egy ilyen egészséges családnak számít, ami nem egészséges család. Mert egészséges család, mikor ott van, régen úgy élték, ugye mondjuk a védikus civilizációban, hogy ott voltak a testvérek, felnőttek, akkor ők megházasodtak, akkor már, és akkor voltak a nagyszülők, és akkor ilyen 30 ember él egy családban. És az a legegészségesebb a gyerek szempontjából, mert nem kell anyukának 18 éven keresztül egy gyerekkel egy szobába zárva lenni, ez nem egészséges, mert akkor természetesen neki is kell ezt csinálni, azt, akkor oda rakja a számítógép, internet mellett a gyereket, mert kell csinálni. Lehet szidni anyuka, hát nem szeretsz a gyereket, jó, de akkor ki csinálja más dolgokat. És akkor kényszerben van az anyuka már rontani a gyereknek az elmét és az egóját. Ugye? Ezért gyereknek ez fontos. Mert például
Volt egyik eset, amikor egy férfi mesélte, hogy ő mikor kisgyerek volt, akkor az anyukája, milyen hatása volt az anyukától mindig, és anyuka mondta, hogy tudod, fiacskám, ez a világ ilyen, itt küzdeni kell, itt harcolni kell, és így, és így. És akkor, mikor felnőtt lett, akkor ott találta magát, hogy rendőr, meg nyomozó, meg ilyen küzdelmi, ilyen munkában mindig van, és így érezte, hogy ez nem az ő természete. Csak mivel anyukája ilyeneket mondta, akkor beprogramozta őt. De ő nem az a típus ember volt. Mert van még egy dolog, amit mindjárt fogok mesélni, a karma miatt és az elme miatt, ez a típusok. De lényeg, hogy ő észrevette, hogy jó, én dolgoztam azon a munkán több tíz évig, ami a anyukám engem beprogramozott. Vagy anyuka, vagy ül a Billynek is gyerek, és anyuka mondja, na, ne erőltess, úgysem sikerül. Kész. Ez párszor elmondja, a gyerek, mikor felnőtt lesz, már nem erőlteti semmit az életébe, mert úgysem sikerül. Az már így fog mondani. Szóval, mert ez az élmények annyira erősek. Ezért a gyereket nagyon veszélyes, ugye, hogy mit csináljunk. Így a tudatunkat, ugye a pszichológiát, hogyha beszéljünk, van több tényező, ami befolyásolja, és az egyik ez a nevelés. Mert hogyha valaki rossz karmával születik, de nagyon jó nevelést kap, az meg tudja változtatni a rossz karmát nagyon erősen. Szóval az a nevelés, akkor van a társulás, kivel társulok, az is befolyásolja, tud változtatni a tudatomon. Többféle ilyen dolgok. Jó. Megyünk tovább. Oké, akkor megbeszéltünk gyerekről, hogyan tudat működik nála. És akkor most lépjünk következő dolgokba. Hogy hogyan, mik a problémák, amit vannak, amikor már valaki felnőtt ember. Azok lehetne megint gyerekkortól, lehet előző korból. Nekem alakul, hogyha én főleg gyerekkoromban kapok élményeket rosszak, akkor ez egy rossz gondolkodás lesz egész életemből, ez úgy lehet megérteni, mint az emésztés. Ki tudja a kis csecsemőn számára, milyen termék legmegfelelő a csecsemő emésztéséhez? Tej. Fehérje, tej. Milyen tej? Anyatej. Anyatej. Igen. Anyatej. Miért? Hát az ego miatt. Mi annyira azonosítja magát anyukával, az ego annyira függ rajta, és ő képes csak ezt megemészteni. Hogyha kezdjünk adni ilyen táplálék kiegészítések, és akkor mondják, annyi fehérje, nem lesz olyan egészséges a gyerek, se pszichikailag, se fizikailag, sose. Azért a védikus korban 6-7 éves kórig szoptatták a gyerekeket. És az a legjobb. Mostan 6-7 napig, mert már nincs anyatej, ugye, nagyon sokszor. Mert mi történik, hogyha valaki nem tud megemészteni ételt, hogyha gyenge az emésztése? Igen. Először ugye rosszul van és megbetegszik, az már egy következménye, de van egy másik, amikor nem tudok megemészteni, akkor abból az ételből toxinok lesznek. Toxinok, és ezek meg fognak okozni, elmegy az energiám, rosszul leszek, és jönnek a betegségek. Na most a pszichika ugyanúgy működik. Mivel a gyereknek nincsen intelligenciája, az intelligencia az tűzzel van kapcsolatban, ugye? Az elme az vízzel van kapcsolatban, érzelmek az a víz, ugye? A hold. A hold az irányítja az elmét. Mert a hold is irányítja a vizet. Dagály, apár. Igen, az ugye hold hatására van, ugye ezt mi tudjunk. Ugye? Ugyanakkor a teli hold és az új hold az is okozza nagyon nagy
sok energiát ad elmének, és hogy ember nem tudja, mit csináljon, akkor kitörések vannak. Vagy agresszívebb lehet ember, ugye, hogyha megkérdezünk vagy a pszichiátriát, vagy a rendőröket, hogy mikor van csúcs a problémáknak, akkor mindig vagy teli holdkor, vagy új holdkor. Akkor vannak a legnagyobb kitörések az emberekben. Vagy rossz, vagy pszichiátriában, vagy akár bűnözésben. És teli holt, és új holt. Mert ez a kettő kritikus pont. Ugye erre van egész asztrológia, hogy hogy működik, mi. Szóval az a víz. Van is egy kép a Bhagavad Gita-ba, szóval legutóbb, és a közepe felé, hogy ilyen, hogy a holtból nyeri az elma, az egy ilyen energiacsóval. Lehet. Egy kérdés is, a kozmológiába, vagy a asztrológiába, hogyha hol diszharmonikus sugárzás, az befolyásolhatja az elmét, amint a személyes horoszkóp. Persze. A hold az egy, amikor kettő fő bolygó van a horoszkóban mindenkinek, ez a hold és a nap. A hold az akaratot jelenti, a hold ez az érzelmeket. Igen, és minden gondolat, milyen leszek, érzékeny leszek, vagy érzelmileg, vagy gyenge az elmém lesz, vagy erős, az hold. Igen. Oké. Okay. Na most, és intelligencia az egy tűz. És amikor a csecsemő ugye kapja a tanítást szülőktől ilyen kis keményen, akkor ők fájdalmat érzi, hogy engem most szidnak, valamit erőltetnek, de nem értem, nem tudok megérteni most mi van, mert nincs intelligencia, nem tudok megemészteni. Mivel nem emésztem meg, akkor egy traumának élek meg. Ezért erre kell intelligencia. Intelligencia finom tűzzel rendelkezik, úgy hívják, hogy szádaka, agni. És mikor felnőttebb ember kapja nehézségeket, akkor ő megemészti ezt a problémát, és akkor erősödik. Ugye, mert az a baj, hogy mostani korszakban, nyugati embereknél, mivel nem gyújtják meg az intelligenciát, mert nincsen ez a folyamat, hogy kell nevelni gyereket, ezért mi most vagyunk, 30-40 évesek, mi azt gondoljuk, mi felnőttek vagyunk, nem. Mi hisztizni szoktunk. Megsértő, többet nem csinálunk. Ugye? Szoktunk ezt csinálni. Miért? Mert intelligencia nem kapcsolt be. Valami kis szikra van, de nincsen, ami kell igazából. Igazi embereknek, ami kell, hogy legyen most, az nincsen. Szóval ezért nem kell ítélni az embert a kor miatt. Nem a kor teszi embert éretté, hanem mennyire működik az intelligenciája. És ez egy fontos dolog. Mert még gyerekeket most mesélek, de most nézzünk ugyanaz a felnőtt korba, felnőtt embernél, hogy hol jönnek a problémák. És a probléma mindig az, a pszichikai probléma, ez az, hogy intelligencia nincsen aktív, nem aktív, gyenge. Nem, elme az erősség. Krishna mondja, Atmanam avasadayat, azt mondja, hogy az elme segítségével lehet degradálni, lehet fejlődni, és elme tud lenni barát, és elme tud lenni ellenség. És utána mondja, mit jelent, hogy barát az elme, és mit jelent, hogy ellenség az elme. Amikor az elmét legyőztél, akkor a barát. Amikor nem tudtál legyőzni az elmét, akkor ellenség. Például. Megyünk valahol, és valami történt, kényelmetlen helyzet, és akkor nekünk beosztották, kiosztották minket, és akkor kész, zavarba estünk, most már nem tudok se enni, se semmi. Stressz, nyugtatót kell szedni. Szenvedek. Miért? Mert az elme legyőzte engem. Ugye? Ő az ellenségem, ő fájdalmat nekem okoz most. De ugye intelligencia legyőzi az elmét, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy én fogom, most történt ez valami, akkor intelligencia emiszti. Most miért kerültem ebbe a helyzetbe, mi más hogyan kell csinálni, mi, ami hibáztam, mit, amin meg kell változtatnom, mi, ami abba kell hagynom,
analizálja, következtetés, és mondja, na, akkor most lelkesen menjünk tovább. És ember erősebb lett. Szóval az intelligencia az azt jelenti, hogy nekem nincsenek fájdalmaim. Megemisztettem. És megint, hogyha én nem emisztem meg a helyzeteket gyerekkorban, vagy most, bekerültem egy helyzetbe, és akkor hopsz, fájdalmas érintette fájdalom engem pszichikailag, és nem emésztettem meg, megsértöttem valakire, megbánkodtam, vagy hogy mondják? Megbántottam. Engem megbántottak. Akkor én meg? Megbántottam. Megsértöttem? Oké. Nekem kicsit bonyolult ez a magyar nyelv, pedig már 20 éve gyakorolok. És mi történik, amikor én áldozatnak kezdtem érezni, meg vagyok sértődve, és engem kihasználták, így érzem, és negatív hatás alá kerültem. Ezek a negatív gondolatok, ezt úgy hívják, hogy mentális toxinok. Ugye? És ezt legyengíti engem. Még érzékenyebben fogok válni, engem még jobban lehet megbántani, és lehet, hogy valamikor csak felakasztom magamat, mert már annyira áldozott vagyok ennek a világnak, engem nem szeret senki, engem ez, velem az, csináltok, amit akarjátok, tudom, hogy mindig ez lesz, mindig kiröhögtök engem, ez egy mentális toxinok, mérgezés gondolatok, ugye? Ez, amikor elme legyőzte, és akkor ez a pszichika. A pszichikai problémák ez az? Most mindenki kicsit próbál visszaemlékezni, van-e neki ilyen dolgok saját módjára, akkor meg lehet nézni, hogy ezek abból vannak, és hogy lehet ezt akkor kezelni? Intelligenciával. Ugye? És akkor most beszélünk intelligenciáról egy kicsit. Ugye? Ez röviden próbálom, amúgy az egész, ugye ez az elmérő, ez olyan nagyon hosszú téma, ugye, mert lehet még mélyebb beszélni, és hogy jobban kapjunk képet, de kell korlátozott az idő, és úgyse lehet 2 óra alatt megváltoztatni az életünket teljesen, de lehet egy kicsit már megfordítani egy kicsit, ez már jó, aztán majd megy tovább. Intelligencia, ugye, amelyik megint Bhagavad Gita-ban van buddhi yoga, ugye, van bhakti yoga, van buddhi yoga. Buddhi azt jelenti, hogy intelligenciának a jogája. És ott Krishna magyarázza, hogy mit jelent buddhi yoga. Ez azt jelenti, amikor én próbálok tudást, hiteles tudást, nem amit én tapasztaltam, vagy kitaláltam, hanem hiteles tudás, hiteles forrásból alkalmazni gyakorlatba. Ez a buddhi yoga, ez az intelligenciának a jogája, ott nem kell ászána. Ez érdekes az, a buddhi yoga ugyanazok az eredményeket is okoz, eredményez, amint a ászánák is. Mert miért? Mert ászána ugyanaz igazából, mert nekünk vannak blokkok az elmében, mikor vannak ezek a mentális toxinok, hogy meg lehet engem sérteni, és áldozott vagyok, és nem szeret engem senki, és én nem tudok, sose se nekem semmi nem sikerül, Az ugye blokkok vannak energetikai szinten, csakrákban, meg mindenhol, és ászánával mit csinálok? Ugye, és ez jön betegségként, ezek a blokkok, jönnek betegségek a szervekre. De az ászánát mikor gyakorolok? Ez a külsős, mechanikus, durva módszer az elmére. Elmére hatást csinálom, mikor egy ilyen valamilyen ászába, ami igazából nem pont így kell, hogy mindenki ugyanazt az ászánát gyakorol, ami nem baj, így is jó, de igazi jóga, hogy ászánákról beszélek, akkor a mesternek látni kell, mi a problémám. Ismerni az én pszichikámat, és ismerni, milyen blokkok vannak hol. És ő mondja neked, ez az ászána sorozat. És mikor én így, meg úgy ülök, meg csavarom magamat jobbra-balra, akkor oda megy a prána, és akkor oldja a blokkot, az elmébe. Ugye, és akkor így gyógyulok.
igazából. Mert első sorban az ászánaknak az elmét kell kioldani, másképp a szerv probléma az nem fog, csak ideglenesen szűnik, meg újra fog menni, mert az ok az mindig lesz. Na ez egy mechanikus, de buddhi joga sokkal természetesebb. És ugyanúgy meggyógyul ember mindentől, mert változtatja a karmát a buddhi joga. És Krishna mondja, hogy a intelligencia erővel győz meg az elmét, győz le. És hogyan? Ugye mi ez az erő? Honnan van ez az erő? Ugye ez megint mit jelent intelligenciának az erő? Ez pont az a képesség megemészteni azt a helyzetet, ahol vagyok. Nem fogni és besértődni, és akkor kész, és általában ember megsértőd és bezárkozott. Nincs megoldva a probléma, mert holnap ugyanúgy megsértősz, holnap ugyanúgy áldozat leszel, mert nincs megemésztve probléma, és csak egyre úgy, hogy gyengébb leszel, gyengébb, egyre nagyobb a fájdalma. Ezért emészteni kell. Kell segítség. Kell egy tréner. Mert ez egy tréning dolgok. Itt kell egy tréner. Ugyanúgy, hogyha otthon egyedül sose tud valaki felkészülni bajnokságra. Így nem lehet. Kell egy edző, ugye? Hogy ki nem fog minket. Mert mi fogunk sajnálni magunkat? Ugye? Nem lehet otthon, mert kicsit edzek, utána sokat alszok. De az edző mondja, fiacskám, megyünk, nem, nincs pihenés, megyünk. Most lesz edzőtábor, még éjszaka is fogsz edzeni. Szóval ugyanúgy intelligencia buddhi jogában kell egy, hát guru magyarul, guru kell. És kell, mit csinál a guru? Ő segíti a tüzet meggyűjteni az intelligenciába. Ugye ezt a képességet megemészteni, ezt a nehéz szituációt, és ettől erősebb lenni. Ugye, mert amikor én jó az emésztésem, és megemésztem az ennivalót, akkor jön az erő. Elégedettség jön. Valaki evett ma? Elégedettség volt? Kinek volt? Na, nagyon jó. Ugye jön az erő, elégedettség, a éhség teljesen, hogy mondjuk, el van, csökken az éhség, ez történik az étel. És a védikus, van egy védikus vers, Katha Upanishadból, ahol mondja a buddhi jogáról, ott mondja buddhi meg bhakti. Mert buddhi jogának van egy fokozata, ami még erősebbet teszi, ez a bhakti. Amikor én az intelligenciát, és ez mindent használok arra, hogy Isten is legyen elégedett velem. Ugye, yagyadha karma nonyatra, ugye mondja a harmadik fejezetben Krishna, hogyha te a buddhi jogát úgy kapcsolod össze, hogy azért csinálom, hogy Isten velem legyen elégedett, na az legerősebb tüzet fog adni neked, az intelligenciának. És mi ez a tűz? Ugye, az intelligenciába. Mi az az energia, ami táplálja az intelligenciát, hogy meg tudjunk emészteni a nehézségeket. És ez nem kerozin, nem benzin, nem powerbankok, nem napelem, mivel még szokták így, szén vagy valami, nem, ez a tudás. A tudás energiával rendelkezik. A tudás ez egy hatalmas nagy erő. És hogyha a Jahishatrun Mahabaho Kamarupa Durasadam, azt mondja Krishna Bhagavad Gita-ban, hogy akkor intelligencia erővel győz le ugye, ezek az ellenségeket, ami vannak az elmébe. És hogyha ember a tudást kapja intelligenciába, akkor nagyon erősen erősödik az intelligencia. De miért a bhakti joga erősebb, mint a buddhi joga? Például, mert lehet intelligenciáról más védikus könyveket is olvasni, és nagyon jó eredmény lesz. Például a joga szutrát lehet olvasni. De mondjuk a Bhagavad Gita, mivel ez bhakti joga főleg, ez miért erősebb? Mert ott van Istennek a szavai, és mikor te olvasol, akkor ebben a pillanatban az Isten energia kontrollálja az elmédet, nem te. Nincs is, nem kell semmi. A másokban, a más jogákban, a pszichológiai könyveknek neked kell kontrollálni az elmédet, és ez nagyon nehéz.
Ugye ez a különbség kettő között. Ezért a kis lépés, akarjátok kis lépés nagy eredmény, olvashatok minden nap Bhagavad Gita-t. És akkor nagyon-nagyon erősen fog tartani az elmét az egész, ugye? És ez tisztítja a karmától, ugye? Krishna mondja ott a végén, aki olvassa Bhagavad Gita-t, az intelligenciával imádja engem, pont. Buddhi intelligencia, pont erről beszél, ugye? Akkor nagyon éles lesz. És akkor ember megszabadul minden karmától. Mit jelent, hogy valakinek nincs karmája? Ez azt jelenti, hogy nem olyan jelent, hogy nem beteg. Ez el kell felejteni. Ha? Nincsenek élményei? Nincsenek? Élményei. De élményi kell. Élmény kell. Mert mi élő lények vagyunk, nekünk élmény kell. Hanem én egészségesen megélem az élményeket. Szóval nincs karma, amikor én azt tudok, én vannak élményeim, van bármi, lehet, hogy még nehéz helyzetem is van, de én nem élek meg, mint egy nehéz helyzet. Nem szenvedek. Felkerekedek, igen. Igen. Felkerekedek. Igen. Szóval nincsen szenvedés. Egy példát mondjuk Jézus Krisztus. Tökéletes példa, ugye? Őt keresztre feszítették azok, akiknek hozta a szeretetét. Ugye, mit hozta? Szeretetet, mi semmi mást. Teljesen önzetlenül azt a vegyítetlen szeretetet hozta embereknek, azok fogták, oda szögelték. És mit mondta Jézus? Jaj, mit csináltok ez? Én ezek után, én nektek tettem. Hogy képzeltek magatok? Ha meg is átkozok, ti nem vagytok rá méltó. Nem ezt csinálta. Mert nem volt áldozat. Nem volt neki az, mert az elme ilyenkor már barát, már nincsen ilyen, hogy kell kontrollálni elmét valami, hanem ő egyáltalán nem érezte, hogy most valami baj. Ő csak sajnálta őket, hogy most ezek ne is kapjanak visszahatást. Még mondta, atyám, bocsáss meg nekik, ne legyek megbüntetve, inkább fejlődjenek valahogy. Szóval ez amikor buddhi joga, vagy bhakti joga, amikor egészséges az elme. Szóval erre szintre ez fel lehet menni. Nem leszünk Jézusok, mert nem erről van szó, nem leszünk istenek, de egy ilyen szintet el tudjunk érni. Ugye, ez a vigyána mája szint. Rendben, én most megállom, és inkább, hogyha vannak kérdések, aztán nem tudom, lehet, hogy már annyira bonyolult volt, hogy már kérdése lesz. Lehetett követni? Követhető volt? Jó. Oké, lehet akkor kérdezni. Az a kérdésem, hogy beszéltél az előbb a gyereknevelésről, a kezdeti korszakról, hogy ezt ne csináld, ezt nem szabad, vagy éppen bíztatni, és azt nagyon tetszett, amit mondtál, hogy ilyen meg kell rendezni a gyereknek ilyen szeretett élményeket, hogyha például szeretetben növekszik egy, vagy nevelődik egy gyerek, akkor az intelligenciája is ezzel sokkal finomabb lesz. Igen. Nem szól a hang? Az övé nem hang. Ismétek. Oké. Okay. Akkor az a kérdés, hogy ha a gyerek kapja sok szeretetet a kiskorban, 6 éves alatti korban szeretetet, akkor egészséges lesz az intelligenciája. Igen, az fel van készítve arra, mert ugye az intelligencia 7 éves kortól kezdődik aktiválódni, és amikor jó szeretetet megkapja 6 éves kor alatt, akkor ez az alapot alapozza neki az egóját és az elmét. Mert ha ezek jók, akkor nem fognak már sok problémát okozni, és az energia nem fog menni az elme kezelésekre, hanem az intelligencia erősítésére. És utána meg kell, amikor 6 éves kortól, akkor változik a kapcsolat a gyerekkel. Úgy mondják a vidikus oktatásban, hogy 6 éves kor alatt a gyerek király. Ez azt jelenti, hogy a királynak nem fogsz mondani, uram, maga most hogy viselkedik? Ugye a királynak nem fogsz így mondani, mert holnap viszlát az állás. Hanem ott kell nagyon tudni kommunikálni a királya. Na ugyanúgy gyerekkel is kell tudni kommunikálni.
De amikor gyereke 5-6 éves korok éri el, az ilyen 5 és 7 között, az kinek hogy? Most így fogtam egy 6-os, de 5 és 7 év között. Amikor intelligencia kezd funkcionálni, na akkor ahhoz, hogy az legyen erős az intelligencia, akkor kell egy oktatás neki, megfelelő. És ez pont az azt jelenti, hogy nevelni belőle személyiséget. Nem a geometria, algebra fog intelligenciát megerősíteni, hanem a karakter. És akkor ilyenkor igen, valamikor, és korlátozni kell. Mert mit jelent, hogy korlátozni? Ez azt jelenti, hogy én szabályozom az elmémet. Egy példát mondom, volt egy kísérlet. Kisgyerekeknek kiosztották cukorkákat, becsomagolva. És mondták nekik, ne edd meg most, nem pici gyerekek voltak, ne edd meg most, 20 perc múlva megeheted. Sok gyerek most megette. Mi nem tudta kontrollálni az elméjét. És utána 30 év alatt, és akkor ezeket dokumentáltak, és megkeresték a gyerekeket 30 év múlva, és azok, akik kivártak 20 percet, hogy okay, lehet, hogy most lemondom valamiről, hogy a jövőben megkapjam, azok a gyerekek, amikor felnőttek lettek, nagy eredményeket érték el az életükben, meg tudták kontrollálni az elmét. A mások gyerekek olyan év volt az életük. Minden rögtön, most nem bírja magával elmét kontrollálni. És ezért 6 éves után erre tanítják a gyerekeket. Ugye, és megvan, mi az, ami lányoknak kell, ez nem ugyanaz, lány, fiú, kettő különböző tudat, elme, intelligencia, máshogyan érzékelnek a világot, lányoknak egyféle dolgot, fiúknak másféle dolgot. És ez 15 éves korig kell. És ott általában jobb a fiúkat odaadni lelkitanító mesterhez, ne is maradjon otthon, mert a szülők sajnálják, és ez nem jó. Az egóját ápolják neki, ami már nem kell. Hanem akkor kell, hogy legyen önálló, gondolkodó, megtanulja másokkal törődni, érzékeny lenni másokra, annyi sok minden van, és az guru meg tudja tanítani. És régen úgy csináltak, odaadták a gurut, aztán jött vissza 15 éves korba. Vagy 25 éves korig is tanulhatnak. Na akkor lesz az intelligencia jó. Képzés. Annak kell külön képzés. Oké. Na, hogy ezt nem kérdezni, hogy mondjuk egy olyan gyerek, aki mondjuk nem szeretetben nevelkedett, az fel tud fejlődni egy szeretetben nevelkedett gyerek szintjéhez. Hogy el tudja, amilyen azt érni, hogy... Akkor, hogyha a gyerek nem nevelt a szeretetbe, el tudja, mikor már felnőtt lett, hogy el tudja érni ezeket a bepótolni hiányságokat. Vagy igen, vagy nem. Társulás függés az a legfontosabb oktatás, társulás, mert hogyha valaki, főleg, hogyha nincsen lelki gyakorlat, akkor nagyon kevés esélyre van. A lelki gyakorlaton, hogyha valaki gyakorol, ott minden, amit kaptunk, minden lehet pótolni. Mert a lelki gyakorlat annyira meggyógyítja a lelkét és a pszichikát, mert ugye eredmény mi lesz a lelki gyakorlatnak? Isten szeretet. De Isten szeretet az azt jelenti, hogy totál tiszta, totál egészséges a pszichika. És lelki pont azért van, hogy mindenki, például sosem mondanak a templomok, hogy na, aki gyerekkorban nem kapta szeretetet, nem kell jönni templomba, mert úgyse lehet. De lehet jönni, mert mindenki, mert Isten szeretet működik mindenhol. Jó? Nincs több kérdés. Nagyon szépen köszönöm. Visszaadom szót a Triuga Prabhunak. Nagyon kedvesek voltatok, hogy meghallgattatok. Remélem, hogy találkozunk meg egyszer, kétszer, százszor, ezerszer. Köszönöm. Köszönjük szépen, Bakit.